A minél korszerűbb és hatékonyabb oktatási feltételek kialakítása érdekében nagyszabású felújítás és bővítés vette kezdetét közel egy évvel ezelőtt a Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskolában. Az arra járók láthatják, hogy folyamatosan zajlanak a különböző munkafolyamatok és azt is, hogy lassan a végéhez közeledik a több millió forintos beruházás kivitelezése. A Nagydorog televíziós tábja úgy gondolta, hogy tájékoztatja a lakosságot a finisbe érkezett beruházás jelenlegi állásáról. Ennek érdekében a részletekről az intézmény vezetőjét, Szilágyi Pétert kérdeztük. A nagydörögi Iskola bővítési, fejlesztési, felújítási munkálatai lassan ugyan, de a végéhez közelednek. E, nagyon reméljük február végére e, itt már átadásról beszélhetünk egymással, e, és megmutathatjuk mindenkinek egy műsor keretében is, hogy milyen szép lett az iskolánk. Jelenleg, ahol vagyunk ez a kis iskola, bekérőztünk ide az egyik osztályteremben a napközi megkezdése előtt, e, és elmondanám, hogy milyen változtatásokat eszközöltek az egyes helyeiken. Kisiskola, nagyiskola, sportcsarnok, kis tornaterem és az udvar is érintett ezekben a bővítési felújítási munkálatokban. Annyit általánosságban, hogy minden termünk, minden tantermünk megújult, ez alatt a festés, lambériázás, parkettacsiszolás, nyílászáróknak a rendbetételét értjük. az iskolai bútorzat, új bútorzat, az több lépésben érkezett meg már az elmúlt két, két és fél év alatt, ezeket használatba is vették a gyerekek. Itt a kisiskolában hozzáépítés, illetve bővítés négyzetméterre nem történt, viszont elég régi gondot próbálunk azzal megoldani, hogy nagyon-nagyon nagyok voltak a emeleti osztálytermek, 74-75 négyzetméteresek, ekkora osztálylétszámok ma már nincsenek, de ha lenne is ilyen nagyon sok gyerek, nem ülhetne ennyi egy osztályban, mint régen 40, 45, 50 gyerek. És cserében viszont sajnos nem voltak kis ahol a hittanosok elhúzódhattak volna egy korepetálás, egy szakkör, egy tehetséggondozási foglalkozás meg lehetett volna tartani. Ha jött egy szülő, nem nagyon volt hol leülni vele beszélgetni. Ezért a fenti emeleti három nagy osztálytermet elharmadoltuk, a kétharmad részében osztályterem van, itt állunk most a második ások, második B-nek az osztálytermében, és a maradék részében az a tanteremnek pedig ilyen kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas helységeket alakítottunk ki. Megújult a lépcsőház is, a falépcső, nem sokára szintén kap egy új lakréteget. A földszinti részen, hát 60-as, 70-es évekbeli állapotok uralkodtak a fiú WC-be, lány WC-be is, fiú ben például nem volt kézmosási lehetőség egyáltalán. Ott remélem fog látszani majd a felvételeken, teljes körű szétbombázták az egész mosdót, új fülkéket alakítottak ki a, a rendszert, mindent, tehát a teljes belső gépészeti munkákat megújították, és szerintem egy nagyon korszerű 21. század elejének megfelelő mosdót alakítottak ki a fiúknak is, a lányoknak is, mozgáskorlátozott WC-vel, a mosószereknek, takarítószereknek egy kis raktárral, ezeknek az elhelyezése eddig gondot okozott. Ahol régen az ebédlőnek nevezett sok kis helységből álló része volt a kisiskolának a földszinten, ott pedig elbontották a válaszfalakat, és egy hát jóval nagyobb ebédlőnek nevezhető helyiséget sikerült kialakítani. Itt a gyerekek a tíz óráit normálisabban el tudják fogyasztani, illetve lehetőség van utána ott egy kicsit elmosogatni az evőeszközöket, meg a tányérokat, meg a csuprokat, amiből ettek. A lenti két terem, amit az udvar felől tudunk megközelíteni, ott nem történtek ilyen teremleválasztások, mert nem volt elég nagy a terem, de ott is parketta, csiszolás, festés, mázolási munkálatok megtörténtek. Itt most a, az elmúlt másfél-két hétben fogtak neki sajnos a belső nyilászáróknak a festéséhez, és ebből adódott is egy kis kalamajka, mert a határidő rövidségére hivatkozva próbálták gyorsítani a kivitelezők a munkát, és sajnos akkor is mázolták az ajtókat, amikor a gyerekek itt voltak, és hozzáértek bizony a gyerekek a kabátjaikkal. E, kellemetlen volt, de utána egy erélyesebb érdekérvényesítésnek és szülői, hogy mondjam, csak reklamációt követő nagyobb támogatottságnak köszönhetően úgy néz ki, hogy a nagyiskolába átvonulva már át, sikerült áthidalni ezt a problémát, a kereteket délután festik, az ajtószárnyakat leveszik, külön terembe vonulnak vele, tehát reméljük, hogy ott már ilyen festék, ruha, összefestékezési problémánk nem lesz. A, mi még a kisiskolába hátra van, az az udvarnak a az udvari játéknak a az elhelyezése, és hát egy kicsit a, a tereprendezés, a munkálatokat követően, mivel ugye most vonultak ki a múlt hét végén a kisiskolából, ezért ez még elmaradt, meg hát a kinti időjárás sem teszi ezt még lehetővé, ide két ilyen nagyobb méretű EU szabálynak megfelelő gyerekjátékot szánunk. A közbeszerzési eljárást már kiírták rá, Reméljük, hogy még január közepe fele az sikeresen le is zárul, egy ilyen nagyobb mászóvár, csúzdával, meg egy kisebb ilyen toronyszerű valami lesz a gyerekeknek, a régi balesetveszélyes játékokat pedig el fogjuk bontani, és el visszük innen, hogy valakinek valamilyen gondja legyen. Átjöttünk most a nagyiskola udvarára, itt uh, lényegesen nagyobb munkálatok folytak, meg folynak, mint a kisiskolában. Jelentős uh, hozzáépítések a, a nagyiskolához is és a sportcsarnokhoz is. Hasonló problémával küszködtünk a nagyiskolában is, mint a kicsiben, vagyis azzal, hogy nem nagyon voltak kis helységeink, és a technikaterem nagyon lepusztult állapota sem tette lehetővé, hogy ezt használjuk. Ennek érdekében, ahol az irodák voltak az emeleti szinten, ott nagyon sok kis volt, ami pont betölteni azt a szerepet, amit a kisiskolában is már beszéltünk, hogy kiscsoportos foglalkozások, nyelvi csoportok, fejlesztő foglalkozások, szülőkkel való kommunikációra nagyon-nagyon jó elvonulási lehetőségek teremtődnek, ha használatba lehetne ilyen célra venni őket. Ezért hozzáépítettek egy 380 négyzetméteres részt a nagyiskolához, ennek az emeleti részére költöztetjük át a az iskolavezetés irodái, tehát intézményvezetői, helyettesi, iskolatitkári, illetve a tanári szobát is a tanári szobával szemben két kisebb tanárit is kértem, hogy alakítsanak ki, és ez hál' Istennek meg is valósult. Azért, hogy az új digitális adminisztrációt itt nyugodtabban elvégezhessék a tanárnénik, illetve ha érkezik szülő. Legyen hova beülni vele, megbeszélni a gyerekkel a problémát, vagy amiért bejött a szülő, ne kelljen a folyosón áldogálni. Mindig nagyon rosszul érintett engem, amikor azt láttam, hogy esetleg óra közbe érkező szülő fél órákat is áldogálni, ha Folyoson, mert még a tanár ugye órán van, azt se nagyon tudtuk mondani, hogy foglaljon le helyet valahova. Ez reméljük, hogy ezután megoldódik. A földszinti részen pedig, ha már technika terem, akkor annak is örülünk, de sikerült egy tankonyhát is kialakítani. Én remélem, hogy nagyon jó hasznát veszük, akár technika órán, akár egy-egy osztályrendezvény, osztálybuli, te a délután keretében szerintem ki lesz használva a tanárnénik meg a gyerekek által is. Másik nagy gond volt a takarítónénik borzasztó elhelyezése. Ők a pincébe menet egy fél lépcső fordulónál, igen dohos helységben, nagyon-nagyon rossz helyen, tűzvédelmi szempontból is és minden más szempontból is rossz helyen öltözködtek, illetve tárolták a cuccaikat. Most ők is kapnak egy normális kulturált helységet, és ezen kívül természetesen mosdókat is ki kellett alakítani ezen az új részen. Meg hát az új előírásokkal a mozgáskorlátozottaknak a közlekedését is biztosítani kell, ezért nem csak egy rámpa vezet a, a földszinti bejáratunkhoz, ahol kerekes székkel fel lehet menni, hanem liftet is kialakítottak az épületen belül, hogyha ilyen személy érkezik az iskolába, akkor ő tudjon közlekedni. Nagy iskolában talán, talán ennyi, és természetesen a két épületet összekötötték egymással. A sportcsarnok, tornaterem, kis tornaterem esetében két gondunk is volt. Az egyik a szertár hiánya. Mindenki emlékszik, aki volt már a sportcsarnokban, hogy a, a, sportszereknek egy jelentős részét ott a színpad egyik oldalában kellett tároljuk, illetve a tanári szoba meg a kazánház volt telezsúfolva labdákkal, e, ugrókötelekkel és mindenféle más sportszerrel és nagyon kevés volt az öltöző. Összesen egy fiú, egy lány öltöző, annak is jelentős részét a tussolók, vécék vették el, ami alig lehetett öltözködni, tehát még egy-egy osztályfiú lány társaságának is kevés volt az öltöző, nem, hogy két, esetleg három osztálynak egy idejű testnevelés órájára. Ezért 180 négyzetmétert építettek a kis terem mellé. Ebben a 180 négyzetméterben egy nagy méretű lány és egy nagy méretű fiú öltöző kapott helyet, tussolóval, mosdóval. Két külön mosdó is van a folyosóról megközelíthetően, hogyha valakinek csak úgy ki kell szaladni esetleg óra közben, akkor lehessen bezárni mondjuk az öltözőket a vagyontárgyak védelme érdekében, viszont mosdóra ki lehet menni és egy elég nagyméretű szertárat is sikerült kialakítsanak. Én nagyon remélem, hogy mindenünk el fog férni ebben a szertárban, mert szerencsére azért gyarapodtunk is sporteszközökben, de reméljük, hogy az új szertár már betölti a funkcióját, és mindenünk ott egy helyen el fog férni. Olyan módon sikerült kialakítani ezt a szertárat, hogy ne kelljen túl sokat cipelni a, az eszközöket a, a sportcsarnokba. A szertár előtt pedig egy ilyen szélfogó helység van, ahol azért, ha van egy egy település szintű rendezvény, azért ott lehet fogadni a vendégeket, le lehet verni a lábat, illetve ha érkeznek mondjuk sporteseményre a faluból, akkor azért ott a sarat meg a, meg a piszkot kevésbé hozzák be a terembe. Nagyon-nagyon rossz állapotban volt a csarnoknak is, meg a kistorna teremnek is a tetőszerkezete. A pályázatban sajnos nem fért bele a kistorna terem tetőszerkezete, de a tankerület, a tankerület igazgatóron keresztül eredményesen pályázott az oktatási hivatalnál, illetve Fentpesten a minisztériumba, és kiegészítő támogatást kaptunk, úgyhogy Teljesen kicserélték és felújították a kis tornaterem tetőszerkezetét, ide cserép került. A sportcsarnok tetőszerkezetét meg hát majdnem teljes egészében szétkapták, a gerendázat maradt talán csak új cseréplécekkel, és lindabb tető került, a régi rosszul záródó pala, Helyére, és az összes tetőtéri világítóablakot is kicserélték. Aki járt már bentessé után a sportcsarnokba emlékszik, hogy sajnos ezeken nagyon sok mennyiségű esővíz folyt be a csarnokba és rendesen tönkretette. A lelátónak egy részét elbontottuk. Hogy kicsit nagyobb helyet biztosítsunk, illetve a meglévő részt is picit átalakítottuk, ugyanis nagyon rossz állapotban volt a sportcsarnok padlózata. Felszették a régi parkettát. A parkett talán még maga jó lett volna, de az alatta lévő tartószerkezetek, a gerendák, a, a deszkák, azok sajnos nedvesen lettek elhelyezve, és ezért kikorhattak az idők során, vagy a három évtized alatt és most egy új sportpadlót fog kapni az egész sportcsarnok, azzal együtt, hogy ki is festik belülről a falakat. Szerintem ezek nem is voltak. Az átadást követően nem, nem volt festés a sportcsarnokba, és a használat miatt azért erre igazán rászorult. A régi kistornaterem előtti rész is teljes egészében megújult, tehát szétszették a régi öltözőket, ott is új csempét helyeztek el, a járólapokat kicserélték, kifestették, nyilászárókat rendbe rakták, ott is új vécéket és tusolókat alakítottak ki, tehát most jelenleg két fiú és két lány öltöző várja már a gyerekeket viszonylag korszerű és nem viszonylag, tehát teljesen korszerű állapotban. A, a, Régi öltözőknek a méretét nem lehetett ugye változtatni, de reméljük, hogy ezzel a két új nagy öltözővel jelentősen csökken majd a öltözködési problémánk. Következik még a kis tornateremnek a, a lakkozása, és ott a világítótesteknek a cseréje is, ezeket mint beruházásként valósítják meg, tehát nem a pályázatnak a része. A nagy sportcsarnokban jelenleg a az ajzat kiegyenlítés megtörtént, tehát a parketta, meg a többi hozzátartozó részt azt már régesrég kiszedték. kiegyenlítővel letöltötték a csarnokot, és most jelenleg a falak festése folyik. Jó pár négyzetméter, tehát azért nem egy-két napos munkáról van szó, előtte természetesen javítani kellett nagyon sok helyen a beázásoknak a nyomait. A az új sportpadló is megérkezett. Gondolom lesz majd felvétel róla, ott van a csarnoknak a közepén, illetve a bordásfalakat és minden berendezést, ami, ami maradna ott, az pedig egyelőre a, a színpadra csoportosítottunk fel. Lesz egy kis félelmem is, hogyha elkészül ez a sportcsarnok. Tartok tőle, hogy majd mindenki jön és megpróbálja a régi módon használni. Úgy gondolom, hogy a nagy ifjúság, illetve lakosok erősen kiéheztek már arra, hogy ismét használatba vehessék ezt a helységet, viszont most komoly gond lesz a felújítás után. Azelőtt, hogyha 800 darab sérülés mellé keletkezett, egy 801. észre sem vettük, vagy a parkettő eleve nem tette lehetővé, hogy megfigyeljünk bármilyen gondot, viszont most minden új lesz, tehát szeretnék majd kérni mindenkit, hogy rendeltetésszerűen és nagyon szigorúan kikkel kell dolgozunk majd egy használati rendet, és azt mindenkitől meg kell követeljük, hogy betartsa. Nem magunk miatt, és nem azért, mert mi ilyen kis gonosz kegyetlenek vagyunk, hanem szeretnénk, ha minél tovább megmaradna ez ilyen szép felújított állapotban, mint ahogy most látható. Teljesen új fűtési rendszert kap a kapott a, az új építésű része a kis tornateremnek és az öltözőknek. A hőlégbefúvók megmaradtak a, a, nagycsarnokban, de azokat is javítottuk, illetve új fűtési rendszerre lett a, annak a 380 négyzetméternek is, amit a nagyiskola mellé építettek. Azt hiszem, hogy ennyi az épületekről. Az udvaron, ami még hátra van munkálat, ugye most a tél egy kicsit ezt megakasztotta, az összes kinti sportpályának a felújítása, ebből az aszfaltos pályának az újraaszfaltozása és a felfestése már megtörtént, még a kapukat nem helyeztük el rajta, pont azért, hogyha a munkálatok miatt még ott kell hely, akkor ne kelljen rakosgatni a kapukat. Nem történt még meg az atlétika pályáknak a rendbetétele. Ott az összes követ megkiavítják, pótolják, kicserélik, felújítják és teljesen új salakréteget is kapnak a futópálya is, a zugrógödröt megcsinálják, a súlylókőgödröt megcsinálják, tehát egy kicsit normálisabb állapotba hozzák azt is, illetve mivel itt is gyerekek járnak iskolába, és ők is szeretnek játszani, a nagyiskolának is közbeszerzés útján két udvari játékot kértünk, és remélhetőleg meg is érkeznek majd. Hát ezeket majd a legvégén kell vagy fogják kihelyezni. Jelentősen átalakítva itt ennek az eddigi udvarnak a szerkezetét is, majd biztos látszik a felvételeken, hogy máshol lesz a főbejárat, és lesz egy parkoló a, a régi nagykapú felőli oldalon is, ott még egy tűzivíztárolónak a kialakítására is szükség lesz, mert a katasztrófavédelem ezt előírja. Jelenleg itt tartunk a munkálatokkal, és emberi számítások szerint és reményeink szerint már csak néhány hét február végéig, március elejéig, ameddig megkapjuk mi a terepet, itteniek. Nekünk ekkor még nem ér véget ez az egész intézményi felújítás, mert az új építésű részeknek és a teljes átszervezésnek a hogyanját, mikéntjét még ki kell találni, mit hova teszünk, milyen új a napi életet befolyásoló szokásokat fogunk kialakítani, hol járkálnak be a gyerekek, hova teszik a cuccaikat, hogy fogunk ebédre vonulni, szünetre vonulni, sorakozni, és itt tovább. Tehát azért ez még mind kitalálásra vár részünkről, de most már reméljük, hogy ez ez teljesen tényleg célegyenesbe fordult, és nem pár hetet kell csak rávárni. Itt szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, és azt a nagyon-nagyon sok türelmét a szülőknek, gyerekeknek, és nem utolsó sorban a kollégáimnak, amivel ezt a hosszú hónapokig tartó munkálatokat itt végig szenvedték, végigvitték, takarítónéni, karbantartók, kibepakolásról ne is beszéljek, illetve hát most a, a, az elmúlt hetekben ez a folyamatos festékszag, az ajtó nélküli osztálytermek és a szaktantermek hiánya, hát nem tette könnyűvé a munkánkat, és nagyobb zokszó nélkül tehát le a mindenki előtt, hogy végig tudták ezt csinálni. Ha mindennel kész leszünk, akkor nem, nem a szönyeg alatt szeretnénk ezt majd úgy használatba venni, hanem egy nagyobb ünnepség keretében tervezzük átadni. Ennek az ünnepségnek a, a, a hogyanja, mikéntje, időpontja elég sok tényezőtől függ, és ezt majd a helyi tévén keresztül fogjuk kommunikálni, illetve meg tudja mindenki, hogy mikor Kerül rá sor, és hát szeretettel várunk, akkor majd mindenkit körülnézni és egy kicsit meg, megnézni az ügyes gyerekeinket.